Egy turista térkép, aktuális pénzérmék, légi fotók a településről, néhány azok közül, amik bekerültek Várgesztes első időkapszulájába. Egy fontos állomáshoz érkezett Várgesztes. Az első ötletek már 2015-ben megszülettek, mert egy használaton kívüli épület van a falu közepén. A magyar falu szerkezetben ismert az, hogy a falu közepén van egy tér, mellett a templom, az iskola, és elsősorban olyan épületek, amit közcélt szolgálnak. Ettől a létező épülettől nem messze van egy faluházunk, egy sportkomplexum iskolával, óvodával, könyvtárral és sok-sok olyan dologgal, ami a kultúrát szolgálja. A több mint 100 éves épület felújítása után térségi jelentőségi csomópont lehet a természeti, geológiai értékek és a helyi történeti hagyományok megismeréséhez. A Keltike Ház projekt, amit a Települési Önkormányzatok operatív programjának a támogatásával tud Várgesztes megvalósítani, ez tulajdonképpen egy, mondjuk így, hogy turisztikai célú fejlesztési keretéből valósul meg a top forrásoknak. Régi vágya volt Várgesztesnek, hiszen a település a környéke, a vár környéke kedvelt kirándulóhely. Készült egy olyan koncepció, ami egyfajta kapu a várhoz, illetve a térségnek a turisztikai útvonalaihoz, és itt a faluban készül egy a bakancsos, a kerékpáros és az egyébként más módon érkező turisták számára is. Az eredeti elnyert támogatáshoz képest Várgesztes önkormányzatának a Keltike Ház ökoturisztikai projektje megkapott árajánlatok és a lefolytatott közbeszerzés alapján jelentős forráshiányt mutatott, mintegy 100 millió forintnyi többlet támogatást kapott az önkormányzat hazai forrásból a projekt megvalósításához. Így lesz egyébként egy kb. 150 millió forintos projekt itt Várgesztesen.